Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Farkas Aténa vagyok. Június 30-a van, a pálok ünneplik névnapjukat. Hírműsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt történései egy-egy mondatban. Átadták a maradéki bárka óvoda épületét, a fejlesztés a magyar kormány támogatásával valósult meg. Meghosszabbította a szerb kormány az árstoppot az üzemanyagra és a különböző élelmiszerekre vonatkozóan. Ismét feszültség alakult ki Szerbia és Koszovó között. A szerb elnök szerint Belgrád és Pristina között nincs párbeszéd. Folytatódik a rekkenő hőség térségünkben, sorra dőlnek a meleg rekordok. Átadták a maradéki bárka óvoda épületét, amelynek építése még 2019-ben kezdődött. Az átadó keretein belül ünnepi istentiszteletet tartottak, az óvisok pedig alkalmi műsorral is készültek. A beruházás a magyar kormány támogatásával valósult meg. A gyerkőcök nagyon örülnek az új térnek és az új játékoknak. Az épület átadóján azt is bemutatták, hogy mit tanultak eddig az óviban. Csepregi Katica stábunknak külön is énekelt. Kibárintem, csavarintem, szomszéd a szokódját. Kicsavarom, becsavarom, szomszéd a szokódját. A maradéki óvodában jelenleg 15 gyerek jár, velük 2 óvónő foglalkozik. A csoportban vannak teljesen magyar anyanyelvű gyerekek, de olyanok is, akik egyáltalán nem, vagy nem teljesen beszélnek magyarul. Képekkel, mesékkel, applikációkkal, különböző játékokkal rá tudjuk őket vezetni arra, hogy megjöjjön a kedvük a magyar nyelvhez, és szívesebben beszéljék saját maguktól is, és ezzel is fejlesszük őket. Az óvoda Halász Dániel helyi református lelkész ötlete volt, a munka során több nehézségbe ütköztek, az építési engedélyre 2 évet vártak. Mindig el szoktam mondani, hogy sokkal kevesebb pénzből is ki tudtuk volna hozni az építkezést, ha egy évvel korábban kezdjük, de hála Istennek, hogy így is befejeztük, és meg tudtuk valósítani ezt a projektet. A szórványok szórványában magyarul tanulni egyenlő a megmaradással, hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az új óvodaépület átadóján. Hiszen ha elindulunk, akkor Nagykigindától kezdve Nezsényen át, Nagybecskerekig, vagy délfelé, Székelykevén, Len udvarszálláson, vagy Versecen, Sándor egyházán és számos más településen, Nyugatbácskát nem is említve, sikerült olyan óvodai központokat, szorványhelyszíneket kijelölni, kialakítani, amelyekben lehetőség nyílt arra az állami rendszeren belül, hogy a gyermekek anyanyelvükön tanuljanak. Az épület felépítése 150 millió forintba került, a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretein belül valósulhatott meg a maradékiak álma. Fontos az, hogy a gyermekek elsősorban az anyanyelvükön tanuljanak, szocializálódjanak, az alapvető ismereteket magyar nyelven sajátítsák el, és utána pedig magyar iskolát válasszanak. A következő lépésben az engedélyt várják, hogy az óvoda mellett iskola előkészítős csoportot is indíthassanak, az épületet emellett közösségi összejövetelekre is használni fogják. A maradéki óvoda ünnepélyes átadójáról egy hosszabb, átfogóbb összeállítást is láthatnak műsorunk végén a Híradó Pluszban. Meghosszabbította a szerb kormány az árstoppot az üzemanyagra és a különböző élelmiszerekre vonatkozóan. Az új szabályozás értelmében megdrágul a kristálycukor. Ezentúl 97 dinárba kerül majd kilója, a jelenlegi 90 dinár helyett. Ez az ár az 1, az 5 és a 10 kg-os csomagolásra is egyaránt vonatkozik. A 2,8%-os zsírtartalmú tartós tej literenkénti maximális árát 114 dinárban határozta meg a szerb kormány.
A liszt, a napraforgó olaj és a sertéscombára nem változik, továbbra is a tavaly november 15-i áron lesz elérhető a kereskedésekben. A szerb kormány az üzemanyagárakra vonatkozó árkorlátozást is meghosszabbította július 31-ig. Emellett arról is döntöttek, hogy a köztársasági árutartalékok igazgatósága 131 ezer tonnát vásárol fel az idei búzatermésből 40 dináros áron, amelybe az áfa is beletartozik. Mindenre kiterjedő támadást terveznek Koszovó északi része ellen az albánok legkésőbb október 1-ig. Ezt mondta tegnap esti sajtótájékoztatóján Alekszandár Vučić. A szerb államfő szerint a Belgrád és Pristina közötti párbeszédnek vége. Helyette sok probléma várható, mindez pedig a nyugati nagyhatalmak támogatásával történik. Eközben egyre több ország vonja vissza a Koszovó függetlenségének korábbi elismerését, hangoztatta a szerb elnök. A szerbiai rendszámtáblák mellett ezentúl a szerbiai személyigazolványokat sem ismerik majd el Koszovóban, mondta Alekszandár Vučić. A szerb államfő szerint az albánok jelenleg arra próbálják rábeszélni az ott élő szerbeket, hogy koszovói fennhatóságú rendszámtáblákat tegyenek járműveikre. Aki pedig erre nem hajlandó, attól elkobozhatják a járművet. Ezt pedig már a koszovói szerbek nem tudják elviselni, mondta az elnök. I oni su nama dali rok za ove tablice do kada? 31. septembra. Što znači da planiraju opšti napad na sever Kosova najkasnije 1. oktobra, koji će oni da nazovu kako hoće. A koszovói albánok szándékairól Vučić azután beszélt, hogy Belgrádban fogadta Miroslav Lajcsákot. A tervek szerint a találkozót követően a szerb elnök, illetve az EU Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottja közös sajtótájékoztatót tartott volna. Végül azonban csak Vučić jelent meg a kamerák előtt, hiszen, mint mondta, nem szerette volna kellemetlen helyzetbe hozni az uniós politikust. A koszovói történéseket ugyanis a nyugati nagyhatalmak támogatják, mondta a szerb elnök. Godinama trpimo laži i predstavnika Kvinte i predstavnika kosovsko-metohijskih Albanaca i kao što vidite nemam nikakav problem da to kažem u lice svima njima i nije mi problem to što oni misle da smo mi glupi, nego mi je problem što oni misle da su oni mnogo pametni. I što oni misle da čak i kad je nešto toliko očigledno, da nismo u stanju da razumemo i shvatimo šta je to što rade. Vučić szerint a koszovói kérdésben Szerbia válasza józan és halálos lesz. Katonai akció nem lesz, továbbra is a béke megőrzése a cél, szögezte le a szerb államfő. Elég komoly beszélgetés zajlott a régióban uralkodó helyzetről tegnap este. Fontos, hogy párbeszéd útján találjanak a felek megoldást. Így reagált Miroslav Lajcsák, az Európai Unió Belgrád-Pristina párbeszéddel megbízott illetékese a tegnapi eseményekre. Leszögezte, hogy nem szabad konfrontálódni, közösen kell megoldást találni. Elmondta, ma már teljesen új helyzet állt elő a régióban, ami az ő itteni látogatásának menetét is megváltoztatta. A szerb elnök viharhadművelettel kapcsolatos kijelentését nem akarta kommentálni. Megszületett az elvi megállapodás a szerb pravoszláv egyház és a Montenegró közötti alapszerződésről. Erről számoltak be találkozójukat követően Porfirije szerb pátriárka és Dritan Abazović montenegrói kormányfő. A két fél közötti alapszerződés szövegét összehangolták, de ezt a szerb pravoszláv egyház zsinatának még jóvá kell hagynia. A dokumentum aláírására csak ezt követően kerülhet majd sor. Porfirije szerb pátriárka szerint fontos, hogy az egyháznak tisztelnie kell annak az országnak a törvényeit, ahol működik. A felek közötti szerződés pedig tartalmazza az állam kötelezettségeit az egyház felé, ami fordítva is igaz. Dritan Abazović szerint Montenegró egy világi állam, így pedig, ha minden a tervek szerint halad, akkor a két fél közötti alapszerződés a kölcsönös tisztelet jegyében fog megvalósulni. A dokumentumot a tervek szerint Montenegróban írják majd alá a felek. Ma ötödszörre szólítják urnák elé Velikij Trnovac település lakóit. A Muharrem Kadriu általános iskolában felállított szavazóhely néhány perccel 7 óra után rendben megnyílt. Ez az egyetlen olyan település Szerbiában, ahol különböző szabálytalanságok miatt még nem sikerült kihirdetni az április 3-án megtartott szerbiai parlamenti választások eredményét. Többször is újrázni kellett, ez pedig azt is jelenti, hogy emiatt tolódik már hónapok óta az előrehozott választások végeredményének kihirdetése, és emiatt
csúszik az új parlament megalakulása is. Veliki Trnovac egy dél-szerbiai település, a legutóbbi népszámlálás szerint csaknem 7000 lakosú falu, és többségében albánok lakják. Legutóbb azért halasztották el a szavazást, mert a helyi választási bizottság tagjai összevesztek. Emellett bombariadót is jelentettek a szavazóhelyen, így ki kellett üríteni azt. Este 20 óráig egyébként kicsivel több mint 1000 szavazópolgárt várnak. Amennyiben sikerül lebonyolítani a voksolást, hamarosan kihirdethetik a szerbiai parlamenti választások végleges eredményét is. A hét eleje óta igényelhetők a 15 000 dinár értékű belföldi üdülésre beváltható utalványok. A nyugdíjasok, az egyetemisták, a munkanélküliek és a 70 000 dinárnál kevesebbet kereső személyek jelentkezhetnek. 200 000 darabot bocsátanak ki, 100 000 olyan személy is pályázhat, akik az év elején 5 000 dináros utalványt kaptak a 10 000 dináros különbözet megszerzésére. Nagy az érdeklődés az utalványok iránt, már az első másfél napban 45 000-en jelentkeztek a szerbiai postákon. Upravo idem iz pošte, obavila sam sve, predala i eto i sad čekam samo voucher da stigne i idemo na put. Nas dve, moja sestra i ja. I koja je destinacija? Vrnjačka banja. Pozitív a visszajelzés a kezdeményezésre, még azok körében is, akik nem jogosultak az utalványokra. Fenomenalna ideja koja je i godinama unatrag se sprovodila i drago mi je i ove godine, naročito nam je potrebno sad letovanje posle ove korone i svega što su penzioneri najviše su bili ugroženi i njima i treba pružiti najveću šansu. Imamo dosta lepih banja, planina, jezera da ljudi stvarno mogu da odu, da odmore, da vide. Imamo dosta lepih sadržaja i dosta dobrih mesta za... Država je tu dala jedan dobar doprinos, samo je mali broj, znate, 200.000 za toliko stanovništva, ali opet nešto znači. Akik az év elején 5000 dináros utalványt kaptak, azok is pályázhatnak a 10.000 dináros különbözet megszerzésére. Potrebno je da pored dokumentacije da potvrđujete da ste student, da ste penzioner ili da ste primalac socijalne pomoći, te kategorije koje imaju pravo na ovo, potrebno je ili primanje manje od 70.000, potrebno je sa tim uverenjem, ličnom kartom i rezervacijom u ugostiteljskom objektu da dođete ovde. Rezervacija ne sme da bude manje od 5 dana i mora da bude potrošena do 21. novembra, ako se ne varam. Az állam 3 milliárd dinár biztosított az üdülési utalványokra. A cél a belföldi turizmus serkentése. To je jedan veliki, jedna velika podrška i daće jedan veliki zamajac dodatnom razvoju i ubrzanju naše turističke i ugostiteljske privrede, pre svega razvoju naših malih i srednjih preduzeća, jer to je ono na čemu se i bazira pre svega razvoj turizma i ugostiteljstva u Republici Srbiji. Az eddigi igénylések több mint felét a nyugdíjasok nyújtották be, majd a 70 000 dinártól kevesebbet keresők és végül a munkanélküliek. Jelentős volt az egyetemisták érdeklődése is. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk idén a nyaralni kívánkozóknak, a tengerparti utazások árai megugrottak. Ennek ellenére nem csökkent a szerbiai lakosok érdeklődése az üdülések iránt. Az elmúlt évek korlátozásai miatt a legtöbben idén próbálják bepótolni elmaradt nyaralásukat. Idén a szabadkaiak körében főként a görögországi nyaralásokra van a legnagyobb érdeklődés. Az árak az előző évekhez hasonlóan 100-120 euró között mozognak. A szezon közepén azonban ez növekedhet. Sa porodicom u Grčku, na sa tačno mesta, ali ću ići s njima u Grčku na letovanje. Tamo smo već bili jednom pre 2-3 godine, pa smo se tamo vratili opet da provodimo tako kao više vremena zajedno. A hagyományos nyaralási helyszínek mellett egyesek távolabbi lehetőségeket is kipróbálnak. Törökországba szeretnék elmenni, vagyis oda megyek most még a jegyet éppen lerezerválni. Hát azért, mert ez egzotikus hely, nem voltam még arra, különben bejártam Európát is. Úgyhogy most ide esett a választás. Mit tud az árakról ott, milyen árakon? Populárisak. Nagyon populárisak az árak. 600 eurótól a csillagos ég. És tíz nap repülő, minden teljes ellátás. Az elmúlt hetekben drágulás történt a repülőutak esetében. Ez a törökországi, tunéziai és egyiptomi utakat érinti.
Ove godine Egipat je poskupeo u odnosu na prošlu godinu. Znači, to je otprilike za nekih 100, 150, 200 eura, zavisi kako koji hotel, da li je hotel 4 ili 5 zvezdica. Tako da je to interesovanje za Egipat manje nego prošle godine, kada je puno ljudi išlo u Egipat, ali ove godine se od tih avionskih destinacija najbolje prodaje Tunis, zato što tamo za tu neku cenu, opet zavisnosti kada idete, da li idete u junu ili u avgustu, znači od 500-600 eura po osobi. A repülők üzemanyagának esetében 100%-os áremelkedés történt január és február óta. Ennek ellenére az utazási irodák hasonlóan jó évre számítanak, mint 2019-ben. Što se tiče troškova, naravno, usled, da kažem, globalnih stvari, došlo je i do promjena kad je u pitanju turizam i cene tih paketa, najviše zbog tržišne cene goriva, koje sad, naravno, svi znamo kakve su bile cene 2019. godine i kakve su danas, i upravo iz tih razloga to se negde oseti. Dakle, troškovi prevoza su pre svega porasli. Ne bih rekao da su sami troškovi smeštaja i hotela. Fontos leszögezni, hogy a legtöbb ország immár nem követel a belépéskor oltási igazolást. Az aktuális állapotokról ugyanakkor a nyaralás kiválasztása előtt érdemes tájékozódni. Nem muszáj Görögországig menni a forróságért, elég csak kilépni a házból, ugyanis folytatódik a rekkenő hőség térségünkben. Péntek estig vélhetően megdőlnek a meleg rekordok, holnap akár 38-39 fok is lehet, olvasható az időjárás előrejelzésekben. A rendkívüli meleg miatt narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában, amely a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet által használt magyarázat szerint azt jelenti, hogy veszélyes lehet az időjárás az emberekre, valamint az állatokra nézve. Ilyenkor szükséges a folyamatos tájékoztatás, továbbá az illetékes hatóságok kiemelt figyelemmel követik az időjárás alakulását. 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és fokozottan figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre. Kisebb felfrissülést hozó hidegfront szombaton éri el Vajdaságot, amely sovány vigasznak látszik. 38-ról 30 fokra hűl majd le a levegő, a melegebb továbbra is megmarad, a lehűlés záporokkal, zivatarokkal érkezik. Alacsony víznyomás, többen erre panaszkodnak Szabadkán és környékén. Az idei év nem csak száraz, csapadékmentes, emiatt sokkal több vizet használunk el, főként ha öntözésről van szó. A gazdák leginkább furtkúttal oldják meg a locsolást, azonban ahol ez nincs, kénytelenek vezetékes vizet használni. A szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat már felszólította a polgárokat, hogy takarékoskodjanak a vezetékes vízzel. A homok, mint a szaharai sivatag, gyorsan kiszárad, így folyamatosan kell öntözni. Serfőző Jenő azt mondja, tapasztalatai alapján a négyzetméterenkénti 8-10 liter víz kevés, ennél többre lenne szükség. Ő furtkút segítségével locsol, viszont legtöbb szántóföldjét inkább bérbe adta, mert azokon a parcellákon nem tudja megoldani az öntözést. Első segélynek tudom én ezt mondani, próbálunk a... Hát... Nem, éppen épkézláb kifejezéssel mondom, hogy a Jóisten ellen védekezni ehhez, amit ránk rovol, de nem hatékonyan tudunk. Tehát ha nincs meg a megfelelő hőmérsékleti lehűlés, mikroklíma, akkor nem igazán hatékony ez a mi locsolásunk, csak ilyen elnapoljuk a növényeknek a kiszáradását, de hát a hozamnak a kárára rámegy ott is a szárasság, ahol bírnak locsolni. A helyi gazdáknak öntözéskor nem csak a víz mennyiségével gyűlik meg a bajuk. Arra panaszkodnak, hogy a migránsok eldarabolják a locsolócsöveket, hogy igyanak, de a csapokat is megrongálják, így még nehézkesebb a rendszeres öntözés. Egy másik horgosi gazda is a szárasságra panaszkodik. Faragó Imre azt mondta, nem győznek locsolni. Csak ott tudnak öntözni, ahol van áram és furtkút. Bizonyos mértékben már ők is tapasztalták a víznyomás csökkenést. Otthon van egy kutam, amiből a kerteket locsolom. Az, mikor meg lett csinálva, kifolyt belőle a víz. Tehát akkora volt a nyomás. Úgyhogy egy méterre meg kellett a talajszintől emelni az anyacsővet, hogy ne folyjon ki a víz. Na most, mikor jöttek a szárazabb évek, akkor le kellett venni. Mikor volt ilyen esősebb időszak, akkor szintén ki kellett emelni az anyacsővet, mert kifolyt belőle a víz.
Jelen pillanatban ott állunk, hogy süllyesztenem kell lefelé a pumpákat, mert annyira lement a vízszint a kútban. Sokan a kútfúrás mellett döntenek, Torma Csaba ezzel foglalkozik. Mint mondta, észlelhető a vízszint csökkenése, de egy meglévő kutat mélyíteni már nem lehet, mindenképp újat kell fúratni. Persze minden az adott terület hidrodinamikai tényezőitől függ. A vízszintek csökkennek, tehát a kis átmérős kutak azok jellegüket vesztik. Mindenféleképpen, ha valaki abba gondolkodik, hogy kutat fúrasson, tehát olyan kutat kell, hogy fúrasson, amibe búvárszivattyú helyezhető, épp ebből a szempontból, hogy a vízszintek csökkenése miatt ne maradjanak víz nélkül. A megnövekedett vízfogyasztás miatt a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat a napokban közleményt adott ki. Minden nagy kapacitású ivóvízkútja maximális mennyiségben termeli a vizet, a kánikulában azonban ez sem elegendő. Éppen ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy csakis célirányosan és takarékosan használják a vezetékes vizet. Ennek érdekében ne használják kertöntözésre, udvarlocsolásra, a betonfelületek és a járda hűtésére. Átmeneti vízhiányra figyelmeztetnek Budapesten. A magyar fővárosban is megnövekedett a vízfogyasztás a nagy hőség miatt. Pest megye 10 kerületében nyomás esés vagy átmeneti vízhiány tapasztalható. Solymáron és Pomázon elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el. A magyarországi Dunamenti Regionális Vízmű ZRT a fogyasztás csökkentését kérte a fogyasztóktól. A vízszolgáltató azt kéri a fogyasztóktól, hogy törekedjenek az ivóvíz ésszerű felhasználására, korlátozzák a más irányú felhasználást, például medencetöltést, annak érdekében, hogy minden felhasználó ivóvízhez juthasson. Az önkormányzatokat arra kérik, hogy szüneteltessék a közterületi, vagyis a tűzcsapokról történő locsolást, lokális vízhiány esetén haladéktalanul lajtos vízellátást ígérnek az érintett területen. Az eddigi legnagyobb szabású fogolycsere történt Ukrajna és Oroszország között. 144 ukrán katona került szabadlábra, közülük 95-en a mariupoli Azovsztál védői voltak. Az ukrán védelmi tárca szerint a katonák nagyon rossz állapotban vannak, többnek súlyos sebesülései is vannak. Valamennyien orvosi és pszichológiai ellátásban részesülnek. Mariupolt március 1-én vette blokád alá az orosz hadsereg, és fokozatosan foglalta el a várost. Április végére az orosz csapatok körbezárták Mariupol utolsó védőit az Azovsztál acélipari üzem területén. Az orosz haderő több ezer ukrán katonát, gárdistát és területvédelmi fegyverest ejtett foglyul Mariupol körül. Nagy részük számíthat arra, hogy ehhez hasonló fogolycseréken belül kiszabadul a fogságból. Az ukránok cserébe elengedtek 144 orosz, illetve Luhanszki és Donyecki szeparatista katonát. Minden eddiginél nagyobb migrációs nyomással kell majd szembesülnie Európának az ukrajnai háború nyomán előálló globális élelmiszerhiány és a terrorfenyegetések miatt, jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Madridban. A tárcavezető a NATO csúcs találkozóját követően arról számolt be, hogy az utolsó munkaülésen a déli biztonsági kihívásokkal foglalkoztak. Az ukrajnai háború nyomán globális élelmiszerhiány alakulhat ki, ez pedig a szélsőségek és a terrorfenyegetettség megerősödése fog vezetni, amelyek alapvető okai a migrációs folyamatoknak, tehát a nyomás brutális növekedésére számíthatunk az elkövetkezendő időszakban, mutatott rá Szijjártó Péter. Aláhúzta, csak idén eddig már több mint 100 000 illegális bevándorlót állítottak meg Magyarország déli határán a hatóságok. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. Újabb szállítmány HPV vakcina érkezett Szabadkára. Nagy az érdeklődés az oltóanyag iránt. A Mars egész felszínét körbefotózta a kínai Tianwen űrszonda és a Chuzhong marsjáró tavaly május óta. Újabb szállítmány HPV vakcina érkezett Szabadkára, továbbra is nagy az érdeklődés a humán papilloma vírusa elleni oltóanyag iránt az Északbácskai városban. A Szabadkai Közegészségügyi Intézetbe ezúttal 235 dózisnyi védőoltás érkezett, ezeket szabadkai, topolyai és kishegyesi egészségházak között osztják szét. Dr. Bohocki Nebojsa járványügyi szakorvos elmondta, az oltást 9 és 19 év közötti fiatalok vehetik fel.
A 16 évnél fiatalabbak szülői engedéllyel tudják beadatni az oltást. A legjobb, ha a fiatalok az első szexuális aktus előtt felveszik az oltást. A humán papilloma vírus a nőknél méhnyakrákot, a férfiaknál péniszdaganatot okozhat, de bőrrákot, garat, nyelőcső és nyelvrákot is előidézhet. A 2021-es költségvetés elfogadása állt a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület mai ülésének középpontjában. Az elmúlt évben 98%-os volt a tervezett költségvetés megvalósítása. Mintegy 91 millió dinár volt a sikeres pályázatok értéke, 126 millió dinár pedig visszajött a sikeres IPA pályázatok előfinanszírozásából. Az ülésen 18 napi rendi pontot vitattak meg és fogadtak el a képviselők. Az idei évi költségvetés módosítására olyan nyertes pályázataink miatt van szükség, amelyek megvalósulásához az önrész értékét növelnünk kellett. A közösség igényeinek megfelelő ökopark épül a Gödrökben, valamint informatikai beruházás zajlik az ifjúsági otthonban. Rendeletjavaslat született a községi páciensek jogvédelmi tanácsosáról. A Tiszamenti vízművek üzletviteli programjának második módosítását is elfogadtuk, valamint a közvállalatok tervezett tevékenységeiről is szó volt. Egy-két napon belül befejeződik az útburkolat helyreállítása a Szabadkai Proletár Brigádok utcában. A kiszínesített és felújított 1 kilométeres útszakasz jelentősen megkönnyíti majd a közlekedést az Orkahelyi közösségben. Az útburkolatot a Proletár Brigádok és a Zombor utca kereszteződésétől, azaz a vasúti átjárótól kezdődően újítják fel 1 kilométer hosszan. Az ott lakók szerint ez az útszakasz a felújítás előtt olyan szűk volt, hogy két jármű nem tudott elhaladni egymás mellett. Most 5 méteresre szélesítették ki. Prvi put su korištene neke nove tehnologije, neke takozvane putne mreže za smanjenje lomova, s obzirom da je ova ulica predviđena za teški teretni saobraćaj. A most épülő útszakaszt várhatóan 1-2 napon belül befejezik, és utána következik az Orka utca felújítása, amely a Kelebiai úttal köti össze a Proletár Brigádok utcát. Közölte Stevan Bakić, Szabadka polgármestere, miután megtekintette a munkálatokat. A vrednost ovoga projekta je 14 milijuna i 800.000 dinara. To je ulica od značaja ne samo za građane ovog dela grada, nego za jedan kompletan javni saobraćaj grada, zato što je jedna od najprometnijih u ovom delu. Miután az Orkahelyi közösségben befejeződtek a munkálatok, a Zombori út helyreállítása következik, mégpedig a Matija Gubec és a Zágráb utca közötti szakaszon. Titelnél ömlik a Bega vize a Tiszába, nincs messze a Tisza torkolata sem. A titeli dombvidék, a három folyó közelsége és a patinás épületek a Kálvária dombról nézve feledhetetlen látványt nyújtanak. A legenda szerint itt lehet Attila Hun király sírja is. Sokan nem is tudnak arról, hogy Titelen még barlang lakásokat is lehet látni. Ez lehetne akár a település idegenforgalmi látványossága is. A 19. század végén Titel több részén épültek barlanglakások, vagy lagúmok, lagonyok, ahogyan ott nevezik őket. De a magyarok lakta, egykori Petőfi Sándor utca volt az, ahol a lakók többsége lőzbe vájt lakásban kezdte életét. Nem volt lakható ez a terület, és a mocsara kiszárítása után hát szántóföldeket teremtettek. Szántóföldeknek kellettek a munkások, és akkor vidéki munkások telepedtek ide. És akkor az volt nekik a megoldások, mivel nem volt nekik hol lakni, hogy hát itt telepedjenek le. Folyosót vájtak a hegybe, mérőléccel ellenőrizték a vájat magasságát, utána csákánnyal lefejtették a fölösleges földet, a kapa élével pedig simára faragták a barlang belsejét. Tapasztalni nem kellett, csak kimeszelni. Nyáron, télen kellemes volt bent lenni, bent lakni, csak hogy persze nem volt tágos, és akkor, ahogy nyőtek a követelmények, úgy szélesítették ugye a barlangot is, meg hát építettek mellé másikat is, úgyhogy szerintünk ez az utca, meg ez a szakasz körülbelül 500-600 méter hosszú, hát egymás mellett voltak ezek a lakások. Idővel a barlang lakók házakat kezdtek építeni, sokszor a család egyik része a házban, a másik még a lagonyban élt. Anyósom meg a férjem bácsa itt laktak. Nekik volt öreg házuk, itt nem az új
mi meg a lagomba laktunk. Ne menjünk házbérbe, hanem nehéz volt a sors, de jó volt. Jó volt. Én meg voltam elégedve. A természet elkezdte visszafoglalni a magáét, és omladoztak a barlanglakások. Néha odaveszett a jószág. Ember áldozatról nem szólnak az egykori lakók visszaemlékezései. Emberekre nem, hanem jószágra. Itt a szomszédban, arrébb, ottan a lóra. Lovak, az istálló volt. Akkor itten elő, ott még nagy-nagy a kocát letakarta. Már csak néhány barlang lakás maradványa emlékezteti az erre járó idegent, hogyan is éltek egykor a Bara alján. A híradó végéhez közeledve jöjjön egy érdekesség. A Mars egész felszínét körbefotózta a kínai Tianwen űrszonda és a Chuzhong marsjáró tavaly május óta, közölte a kínai űrhivatal. A szonda 2020-ban indult útnak, és tavaly májusban érkezett meg a vörös bolygóhoz. A magával vitt Chuzhong marsjáró május 15-én szállt le az Utopia planetáján, a Mars északi féltekéjén található hatalmas síkságon, és azóta a felszíni kőzetmintákat gyűjtött és képeket készített. A kínai Nemzeti űrhivatal közleménye szerint az űrszonda teljesítette kitűzött feladatait, egyebek mellett közepes felbontású képeket készített a bolygó egész felszínéről. A képeken a zord marsi táj látható, poros-vörös dűnék, vulkáni kúpok, becsapódási kráterek, a déli pólus jégtakarója, valamint a naprendszer legnagyobb kanyonja, a Valles Marineris sziklái és gerince. A Marson beköszöntött tél miatt a marsjáró május 18-án alvó üzemmódba helyezte magát, és legközelebb várhatóan decemberben, a marsi tavasz kezdetén lát munkához a megenyhülő időben. Bronzérmet szerzett a vizes VB-n Gálitz Péter. A magyar versenyző a 25 kilométeres nyíltvízi úszásban lett harmadik, miután kiválóan hajrázott és csupán 13,9 másodperces lemaradással ért célba a távot megnyerő olasz Dario Verani mögött. A másik magyar, Kalmár Ákos a 8. helyen zárt. A nőknél Rohács Réka egész végig nagyszerűen tartotta magát az élbolyban, de a hajrában már nem bírt a világklasszisokkal. Végül a 8. helyen ért célba, ami előtt szintén kalapot lehet emelni. A hölgyek versenyét a brazil Ana Marcela Cunha nyerte. Este 9 órától a döntőbe jutásért játszhat a magyar női vízilabda válogatott Budapesten. A magyar hölgyek Hollandia legjobbjaival csapnak majd össze. Amennyiben nyernek, akkor az éremszerzés már biztosnak mondható. A férfiaknak ez már nem fog összejönni, hiszen a tegnap esti negyed döntőben 11-10-re kikaptak az olaszoktól. Így csak úgy, mint a horvátoktól kikapó szerbek, az 5-8. Helyért küzdenek majd a folytatásban. Ahogyan hallhatták a híradó elején, átadták a maradéki óvoda épületét, mely fejlesztése a magyar kormány támogatásával valósult meg. Hosszabb összeállításunkat láthatják az átadóról. Az újonnan átadott épület a tervek szerint egy szerémségi szorványközpont is lesz, közösségi teremmel, irodákkal és szolgálati lakásokkal. A földszinten kapott helyet a Bárka óvoda, ahol tágas termek és új játékok várják a gyerekeket. Most jelenleg 15 gyerekünk van, az óvoda pedig 25 férőhelyes, és ugye az érdeklődés eleve nagyobb volt, mert soha nem volt ilyen sok gyerekünk, ez maradékon itt a szórványok szórványában egy elég nagy számnak számít. Úgyhogy de reméljük, hogy ezen kívül még lesznek gyerekek, főleg most, hogyha megkapjuk a verifikációs engedélyt, és akkor az iskola előkészítőt is tudjuk csinálni, hát minden évfolyamon a 3-4 gyerek van, úgyhogy reméljük, hogy akkor azok jövőre itt maradnak, úgyhogy annyival nagyobb lesz majd a létszám. Az átadási ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelyen Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke szolgált. Egy kicsit itt kedvezőbbek a körülmények, legalábbis a lehetőségek jobbak, mint Ukrajnában, viszont mi is hálásak vagyunk azért, hogy mi is részt vehettünk ebben a Kárpát-medencei óvoda programban. Nekünk is hál' Istennek sok óvodánk épült, és üzemeltethetjük. Most a háború miatt sokfelé menekültek vannak, de örülök annak, hogy egy kicsit távolabb tőlünk, itt békében élhet egy közösség, és ez a közösség bennünket is
táplál, segít és értünk is imádkozik. Én úgy gondolom, hogy sosem volt egyforma a magyarok helyzete a Kárpát-medencében, de ameddig van összetartozási tudat, addig van jövőnk. Az anyanyelvi oktatás mellett a hitben való neveltetésnek is jelentős szerepe van az identitás és közösség megőrzésében, hangsúlyozta Szent Péter, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspöke. Meg kell erősíteni már a gyermekek fejlődésének a kezdetén azt, hogy tisztában legyenek azzal, hogy kik ők, hova tartoznak és mit képviselnek. Nekünk reformátusoknak azért fontos az, hogy a gyermekeinket nem csak magyar nyelvű, hanem ha van rá lehetőség, akkor református óvodába is adjuk, hiszen amikor gyermekeinket megkereszteltettük, akkor ígéretet tettünk arra, hogy református keresztény szellemben neveljük, és hitben neveljük, és neveltetjük őket. És én hálát adok a Jóistennek, hogy a maradéki reformátusok, maradéki magyarság ennek a szent kötelességnek ilyen gyönyörű módon eleget tud tenni. Egy ilyen óvoda által a szórványban nem csak a gyerekek, hanem a szüleik is megőrizhetik és újra tanulhatják anyanyelvüket, mutatott rá Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Mindez, ha elindul, az azt jelenti, hogy van esély, van lehetőség arra, hogy ne csak identitásunkban, az ősök iránti szeretetből, tiszteletből maradjunk magyarnak, hanem anyanyelvünkben is, hitünkben is, és mindannapban, ami magyarrá tesz bennünket. Itt maradékon ennek az óvodának az átadási ünnepsége azt jelenti, hogy egy nagyon erős anyaországunk van, amely segít és támogat bennünket. Egy olyan szervezeti háló van, erős, képített infrastruktúrával, amelyben helye van a maradéki óvodának, helye van a maradéki általános iskolának, a kisiskolásoknak, és helye van minden olyan szorványközösségnek, ahol szorvány óvodát, vagy óvodai szorványközpontot tudtunk kialakítani. Az iskoláskor előtti intézményekbe való befektetés a jövőbe az anyanyelven való továbbtanulásba való befektetést is jelent, hangsúlyozta Páncél Károly, magyar országgyűlési képviselő. A magyar kormánynak, a nemzetpolitikának a körülbelül 150 millió forintos támogatásával sikerült megépíteni az óvodát, ami több is, mint óvoda, hiszen egyben egy gyülekezeti ház, egyben egy magyar központ is itt maradékon, és nálunk a nemzetpolitika egyik fókuszában volt a határon túli elszakított magyarság területein bölcsödék és óvodák építése. Az elmúlt bő három esztendőben ez több mint 60 milliárd forint volt, és itt a délvidéken is sikerült három vadonatúj intézményt építeni, egy óvodát Szabadkán, egyet itt maradékon, és még egy bölcsödét is, de közel 70 óvoda megújult, még a délvidéken óvodai sarkok jöttek létre, megújult óvodai udvarok, épületeknek a felújítása. Erről azt gondoljuk, hogy a megmaradásnak és a jövőnek mindenféleképpen az a záloga, hogy kisgyermekkorban magyar közösségbe kerüljenek a gyerekek, és egyáltalán a magyar nyelvet, a hagyományokat, a kultúrát meg tudják őrizni. Ezért rendkívül fontos a szerepe az óvodának. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 2016-ban indult, és jelenleg a negyedik ütemében tart. Eddig közel 1000 óvoda lett felújítva, mondta el Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Örülünk annak, hogy itt a Szerémségben is beneveztek ebbe az óvodafejlesztési programba, hiszen az elmúlt 10 évben azt látjuk, hogy a szerémségi magyarság is magához tért és erősödik. Kivált képen itt maradékon, ahol óvodai csoportot indítottak el, illetve az általános iskolába újraindítottak magyar osztályt, és ez vezérelte őket ahhoz a gondolathoz, hogy egy magyar óvodát építsenek, éljenek a magyar kormány által kínált lehetőségekkel, és egy modern 21. századi követelményeknek is megfelelő napközi otthonos óvodát építsenek. A szalagot Potápi Árpád János, Páncél Károly és Halász Dániel vágták át. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei érkeznek még egyszer röviden.
Átadták a maradéki Bárka óvoda épületét, a fejlesztés a magyar kormány támogatásával valósult meg. Meghosszabbította a szerb kormány az árstoppot az üzemanyagra és a különböző élelmiszerekre vonatkozóan. Ismét feszültség alakult ki Szerbia és Koszovó között. A szerb elnök szerint Belgrád és Pristina között nincs párbeszéd. Folytatódik a rekkenő hőség térségünkben, sorra dőlnek a meleg rekordok. Köszönjük a figyelmüket, ha tehetik, nézzék a továbbiakban is a Pannon Televíziót, viszontlátásra!